Záhonyban, Lónyán, Barabáson, Beregsurányban és Tiszabecsen segítik az orosz-ukrán háború elől menekülőket, akik Ukrajna felől ezen az öt határponton tudnak belépni Magyarországra. Tilki Attila kezdettől fogva testközelből figyelte a határmenti történéseket, valamint egyeztetett az érintett polgármesterekkel, hiszen valamennyi település az általa képviselt négyes számú választókerülethez tartozik. Büszke vagyok, hogy olyan polgármesterek, olyan települési képviselőtestületi tagok, akár olyan önkéntes helyi emberek vannak, akik oroszlán részt vállaltak abban, hogy az adott településre érkező nyomást megfelelő módon tudják kezelni. Aztán majd áprilisban jött a választás, szerencsére sikeresen szerepeltünk, büszke vagyok arra, hogy egy közös összefogással az országban a második legjobb eredményt tudtuk elérni. A képviselő az elmúlt év eredményei közül kiemelte az elnyert Európai Uniós forrásokat jelentő topos pályázatokat, valamint a magyar falu beruházásokat. Elég sok településen sikerült közösségi teret, orvosi rendelőt, utat, óvodai játékot és egyéb magyar faluban érintett fejlesztéseket létrehozni, és itt ne felejtkezzünk el a falusi kisboltokról sem, hiszen több település kisboltja megújult, és most egy újabb pályázati lehetőséggel az ársapka miatt a 2000 lélekszám alatti települések újból pályázhatnak állami támogatásokra. De a térségemben fő kérdés a infrastruktúra fejlesztés. Ugye Lázár János személyében új minisztere van ennek a területnek. Három fontos útszakasz, ami meghatározhatja a térség gazdaság fejlesztését is, az pedig az M49-es folytatása. Itt egész jól állunk, itt állunk a legjobban. Tilki Attila úgy látja, ha minden jól halad, akkor az M49-es folytatását érintő kivitelezési munka jövő tavasszal indulhat el. Emellett az M3-as útfejlesztése is tervben van. M3-as most Perényi-Tanyánál véget ér, itt egy északi irányba menne tovább kétszer négysávos gyorsforgalmi úton egészen Záhonyig. Ez a felső-szabolcsi részt tehermentesíteni. Itt ugye, itt is egész jól állunk, ehhez kapcsolódóan tervezzük azt, hogy megvalósítjuk a Lónya és Tiszamogyoros közötti útfejlesztést is. De a harmadik közlekedési irány az természetesen az M3-as folytatása a határig, pontosabban Bereg-Darócig. Itt az érintett települések, ahol közlekedési csomópontok lesznek, ott már a folyamatos egyeztetés zajlik a tervezőkkel, és természetesen ezek mellett jogos társadalmi igényként így is nevezzük, merült fel az, hogy Olcsó és Olcsó-Apáti között a kompot kiváltóan egy híd legyen, ennek a tervezése is elkezdődött. A képviselő hozzátette, a Kisari híd tervezése is megvalósult, és abban bíznak, hogy költségvetési forrást is tudnak majd hozzárendelni. Tilki Attila azt mondta, a jövőbeli pályázatok kiemelt célja a térség közintézményeinek energetikai korszerűsítése lesz.